Sziasztok, ahogy ígértük, egy illusztris vendéggel tudunk a piros-fehér-zöldbe jelentkezni, méghozzá Séfer Andrással, aki Berlinből jelentkezik. Kezdjük azzal, hogy mit kell tudni a beilleszkedésről, a magyar válogatott kiválósága végre ugye a Bundesligában focizik, ennek annyian örülnek szerintem, hogy az valami hihetetlen. Megnéztem egyébként, amikor odaigazoltál a Facebook oldalt, és nagyon kedvesen, nagyon meleg szeretettel fogadtak, és valaki írta például, hogy Herzlich willkommen bei Union András Hans Schäfer, tehát már Hans becenévvel is adtak neked a németek, de hogy nagyon gyorsan befogadtak, gyorsan beilleszkedtél, minden rendben van ottként? Igen, igen, azt tudnék el, hogy egy nagyon-nagyon összetartó csapatról van szó. A csapat összhang talán az egyik legjobb az egész mezőnyben. Nagyon kedvesek a játékosok, nagyon befogadóak, egyfolytában kérdezgetnek, és ugyanazt tudom elmondani a klub többi dolgozójáról, a stábról, és természetesen a szurkolókról is, mert tényleg ez a futballgotozás, ez valami hihetetlen. Nagyon küzdöttek érted, tehát megdolgoztak azért, úgymond, hogy odaigazolj, ez jól esik a szívednek, a lelkednek? Én azt gondolom azért egy labdarúgónak ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy klub őt akarja. Igen, igen, ez is volt talán az egyik fő ok, ami miatt ide szerettem volna jönni, már nyáron is szerettek volna, és akkor azt mondták, hogy továbbra is szeretnének, tehát most azzal ők nem adják fel, hogy ott nem sikerült az egész, és ez így is lett, és számomra ez egy nagyon pozitív löket volt, mert azért hallani ilyet, hogy megígérünk egy randit, aztán nem megyünk el, úgyhogy tényleg ez mindenképpen fontos volt, meg azóta is minden nap érzem, hogy bíznak bennem, és hogy azt akarják, hogy minél többet tudjak fejlődni, és minél hamarabb tudjak segíteni a csapatnak. Ugye be is mutatkoztál, hogy a végén kezdjük, aztán majd természetesen visszamegyünk az időbe eléggé fiatal korodig, de most akkor maradjunk annál, hogy megvolt a bemutatkozás, ez gondolom mindig egy nagyon fontos lépés, és hát még Szobosztai Dominik is elégedett volt majdnem veled, a sárgalap miatt azért egy kicsit bekérdezett, de hogy élted meg ezt az első bemutatkozást a Bundesligában, amihez gratulálunk? Nem szoktam ilyet mondani, vesztes meccs csak után, de én imádtam minden percét, tehát nagyon jó volt, nagyon jó érzés volt pályára kerülni, főleg egy Dortmund ellen, és pont olyan, a meccs pont olyan szakaszába kerültem a pályára, amikor egyébként mi nyomtunk, és nálunk volt többet a labda, úgyhogy viszonylag azt mondom, hogy nem is volt rossz egyébként a foci szempontból se, ami meg a meccs után fogadott minket, az meg egészen elképesztő volt, tehát 3-0-ra kikaptunk hazai pályán, és mint a papíron 10 000 szurkoló elkezdett minket éltetni, körbe mentünk, megtapsoltuk őket, és hihetetlen volt, hogy ilyen pozitívak voltak egy vesztes mérkőzés után. Pedig a magyar bajnokságot ugye mi hétről hétre követjük, akkor egy kicsit furcsa lehetett neked is, hogy a K-gyenge rigmus nem hangzik föl a látóról 3-0-nál itt bármelyik stadionban. Ez a rigmus most a menő Magyarországon. Azért ez egy pokoli jó érzés lehet, annak idején én öreg ember vagyok hozzád képest. Még a Szűcs Lajos, amikor a Kaiserslautern után kapusa volt, akkor talán az HBO, vagy nem is tudom, melyik csatorna közvetítette a meccseket. És képzeljétek el, hogy ilyen fiatal gyerekként leültem, néztem a mérkőzést, és teljesen kész voltam, a Bayern München aztán 3-0-ra elintézte a Kaiserslautert, és végig tud ez a Kaiser rigmus, és az iszonyat szeretet ment a szurkolók irányába, azt én nem hittem el, ugye én előtte abban szocializálódtam, hogy mindenki szidja a focistákat, akik kikapnak a pályán, azért ez egy hatalmas erőt adhat neked is. Volt egyébként már pályafutásodban ilyenben részed klubcsapatban, amikor éltetnek, úgyhogy azért vagyok őszintén, nyilván a Dortmund egy nagyon komoly csapat, de azért mégiscsak ugye egy vereség után voltatok. Egyszer az MTK-val, amikor megnyertük az MB2-t, pont a Kisvárdával játszottuk az utolsó meccset, és kikaptunk 2-1-re vagy 3-1-re, és akkor azért jelzettek minket, mert ugye akkor volt a bajnokavatás. De más nem ellen nem emlékszem. Talán még amikor az angolok ellen kikaptunk 4-0-ra, akkor utána még azért egy taps fogadott minket. De azt mondom, hogy ez most nem egy ilyen jól van, kikaptunk, de jól játszottunk, hanem ez tiszta szívből ünneplés volt, tehát ez azért kemény volt.
Na hát a Berlinről majd még sokat beszélünk, mert nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy miket tapasztaltál itt az elmúlt időszakban, akár az edzéseken, akár ugye a társaktól a visszajelzések, meg hát nyilván arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a némettel hogy állsz, mert azt hallottam, hogy azt most tanulnod kell, és nagyon szeretnél is a csapattársakkal németül beszélni, még le a kalappal. Nyilván most még, ha úgy hallom, angolul kommunikáltok jobbára, de akkor menjünk vissza egy kicsit az időbe, és aztán Ivánt is természetesen hagyom szóhoz jutni, de hogy bontsuk ki egy kicsit a te pályafutásodat olyan szempontból, hogy mennyire volt egyértelmű, hogy ez lesz a te sportágad. Ugye egy szombathelyi srác vagy, gondolom ilyen 5-6 évesen már úgy elkezdtél sportágakkal kacérkodni. Egyből a foci volt az első, amit így kinéztél? Nem igazán, mi egy nagyon kosaras család vagyunk, ugye Szombathelyen a Falkó, ugye, vagy a régebbieknek Körmend, és hát a testvérem is kosarazott, és ezáltal tökre adott volt, hogy én is kosarazni kezdek, viszont az első edzések nekem nagyon monoton, nagyon statikusak voltak, kevés játékkal, és végül nem tetszett annyira. Talán 5-6 kosár edzésen vettem részt. Aztán kipróbáltam a sakkot is, az se kötött le annyira, mert ott meg ülni kellett végig, én meg azért elég izgága gyerek voltam, és utána az oviban beszálltam a fociba, az ovi fociba, és nagyon jól ment a játék, nagyon élveztem, és beiratkoztam az első foci csapatomba, és ott meg egyből szinte csak játszottunk, és maga voltam ennyi ország számomra, nagyon jó volt. Első látásra szerelem. Az a kérdésem, hogy a Lurko, szombathelyi Lurko játékos voltál? Nem, én a Grundball, akkor még Wafa. Ez a pont a Király Gábornak az akadémiáján volt akkor még, és ez a szüleim lakházától egy olyan 200-300 méterre van légvonalban, tehát nagyon adott volt, hogy oda menjek. Aztán mi voltunk így a Lurkónak a nagy ős ellensége. Ja, értem, tehát Szombathelyen ezt nem tudtam, tehát Szombathelyen akkor ezek szerint még a mai napig így van? Nyilván a később nyilván a haladásnak az akadémiája veszi át a vezető szerepet, de így a helyi szinten, alacsonyabb korosztályokban még mindig ilyen a Lurko, az még létezik egyáltalán? Ezt én sem tudom pontosan, azt tudom, hogy pár éve még létezett, és hogy azért ők az elsők a szombathelyi utánpótlás fociban. Szerintem most már vagy a haladása, vagy az Illés Akadémiával annyira összefonódtak, hogy lehet, hogy már ő is vesztette a nevét, de lehet, hogy még az alsó korosztályokban megvan egyébként. És mire emlékszel, én majd fogom felhozni majd a későbbiekben azt, hogy milyen a játékstílusod, milyen hatással volt rám, és szerintem a magyar emberekre általánosságban véve is, de mire emlékszel ebben az időszakban, milyen, hogyan nyilván nehéz, így visszaemlékezni, és ilyen hatalmas idővallumban meghatározni, hogy milyen hatása volt rád a gyerekkori évek futballja, de hogyha valamire emlékszem, mi az, amit a mai napig tudsz hasznosítani az utánpótlás éveidből? Hát figyelj, úgy említettem, hogy én nem, hogy a Szombathely kisebbi foci csapatában voltam, és azért nem voltunk annyira képzettek, mint mondjuk a Lurko, kevés jó játékosunk volt, és mindig a lesajnált szerepet kaptuk, és szerintem innen is ered, hogy azért elég küzdő típusú játékos vagyok, és az biztos, hogy nagyon sok olyan meccset játszottam az ifjúban, hogy csak azért, mert nem adtam fel, és csapatként nem adtuk fel, azért tudtunk nyerni, nem feltétlenül azért, mert jobbak voltunk, és én ezt abszolút ennek tudatosítom be, meg plusz ez még hozzájön, nekem van egy 2 évvel idősebb bátyám, akivel nagyon sokat kosaraztam, fociztam és verekedtem, és az biztos, hogy ez a küzdeni akarás ott is kialakult. Van még olyan csapattársad egyébként abból az időszakból, aki nyilván nem olyan magasra vitte, mint te, de aki mondjuk, nem tudom, NB2-es, NB1-es labdarúgó lett? Szerintem nincs. Szerintem az is nagyon ritka. Szerintem nem feltétlenül fociznak már. Ha fociznak is, akkor biztos, hogy nem NB2-es szinten. Az ellenfél csapatában volt egy játékos, aki jelen pillanatban Németországban focizik, egy vagy 4. vagy 5. ligában. Nem semmi, ez árulkodó, hogy te voltál az egyetlen. Igen, ez, amit mondtál, valószínűleg ugye nekem is 2 gyerekem van, és látom, hogy a második hogy küzd, hogy alkalmazkodik, úgymond az első szülötthöz, és mennyire szívós lett.
és hogy ez benned is, ez akkor ezek szerint kialakult, és úgymond nem adtad föl. Én ezt pontosan tudom rólad, mert ilyen oknyomozó riportba is kezdtem, a régi szakemberekkel is beszéltem, akiknek a kezei alatt voltál, és majd elmondom, hogy pontosan miket mondtak, de hogy akkor ez a küzdeni akarás, ez a nem adom föl, én akkor is megmutatom, hogy vagyok, érek annyit, mint a többi gyerek a más csapatban, focizó, úgymond jobb képzés kapó gyerek, ez akkor itt azért elég erősen benned volt, és ez benned is maradt, ahogy látom. Ez azért is maradt bennem, mert egészen addig a pontig, amíg fel nem vittek az MTK első csapatához, soha nem én voltam az adott csapatomban, adott korosztályban, aki úgymond, akit a legnagyobbra tartottak volna. Szóval nyilván itt megvan a csapaton belüli hierarchia. Voltam mondjuk 3 vagy 4 éven keresztül csapatkapitány, de az nem feltétlenül azt jelenti, hogy te vagy a legjobb, téged tartanak a legnagyobb tehetségnek. Én nagyon sokáig nem voltam utánpótlás válogatott, engem Németh Antal hívott be először akkor is vésztartalékként, és ezáltal is bennem azért mindig ott volt ez, hogy már csak azért is megmutatom, hogy élek annyit. Én mindig is úgy voltam ezzel, hogy én azt tapasztaltam edzéseken, hogy jobb vagyok. Nyilván ez egy elfogultság, szerintem ez szinte minden játékosban benne van, de meg is akartam mutatni azt, hogy ez tényleg így van, és nem én vagyok az egyedüli hülye. Egyébként tehetséged ellenére, bocsánat, Iván, az U15-ös és az U17-ös válogatottban soha nem kaptál meghívót. Tehát ez azért ez egy nagyon beszédes dolog, egy kicsit tanyázzunk le, vagy időzzünk, hogy ezt ilyen pokoli rosszul élted meg, tudomásom szerint. Tehát én hallottam olyat, hogy akár ezt úgymond nem is könnyen dolgoztat föl, ezen rágódtál, ezt jól tudom, jól hallottam? Nagyon, nagyon rosszul esett, nyilván egy játékosan nagyon rosszul esik, azt mondjuk egy olyan csapatban csapatkapitány, ahonnan van mondjuk a kezdőből 8 válogatott játékos, és ő benne van abban a 3-ban, aki nem az. És nyilván nem tudtam mit csinálni. Mondtak valamit? Nyilván nem magyarázkodnak, gondolom, ebben a korban még a válogatott szövetségi edzői, de hogy mivel indokolták, ha egyáltalán indokolták azt, hogy úgymond mellőznek, és hogy némi unszolásra kerültél, csak úgymond be. Annak ellenére, hogy szakemberek szerint akkor is az látszott, hogy téged kellett volna preferálni, csak valamiért ezt nem látták meg, akiknek meg kellett volna látniuk. Most nézd, ez most megint nehéz, mert azért sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy minden gyerekbe belelátjuk ezt, meg azt, meg amazt. Én akkor, most 180 centi vagyok, én akkor voltam kb. 160 centi, most vagyok 73 kiló, akkor voltam szerintem olyan 53, és akkor azért már voltak olyan akcelerált gyerekek, akik mellett nagyon tehetségesek voltak, hogy megmondom őszintén, így visszagondolva, lehet, hogy én sem a kicsi törékeny gyereket hívtam volna be, mondjuk egy szerb válogatott elleni felkészülési meccsre. Az látszott, hogy ügyes vagyok, szerintem, meg az, hogy lehet is belőle valami, de azért voltak olyan pillanatok, amikor nem én voltam a legjobb a pályán, úgyhogy visszagondolva, egyébként sem tartom annyira nagyon fontosnak az utánpótlás válogatottságot. Másrészt meg már kicsit bánom, hogy akkor annyira komolyan vettem ezt az egészet, most már sokkal érettebben kezelném szerintem. Én nekem az tűnik fel most így a beszélgetés legelején, amire nem is gondoltam, hogy témaként felhozzuk, de én nekem úgy tűnik, hogy neked az életed és a sportolói pályafutásodhoz kapcsolódva ez a folyamatos ez a nehézség, és akkor azon túllendülés folyamata zajlik. Csinálod, jön a nehézség, hogyan lendülök túl? Oké, túllendültem, akkor megint próbálok helyezkedni, de akkor megint jön a nehézség, megint túl kell lendülni. És én úgy látom, hogy ez egy ilyen olaj volt a tűzre, és aki látta a te gólörömödet, amit Németország ellen azt a tényleg ikonikus gólt fejelted, aki látta azt a gólörömöt, azt szerintem láthatja ezt a folyamatot, ezt a nehézségen túllendülést. És én azt gondolom, hogy az, aki ezt nem érte át, az képtelen úgy gólnak örülni, mint ahogy te örültél neki. Mi a véleményed erről, és hogyan látod ezt a helyzetet? Te is így éled át, hogy nehézség túllendülés, vagy valahogy máshogy? Ezt jó, hogy mondod, mert azt vettem észre a karrierem során, hogy nagyon nem tudok kényelmi zónában lenni.
hogyha elérek egy bizonyos szintet, és ott jól megy a játék, csak úgy érzem, hogy nem tudok annyit fejlődni, nem tudok annyit kihozni magamból nap mint nap, amennyit szeretnék, és amennyit lehetne, és amennyit eddig kihoztam az adott helyzetekből, akkor nem érzem magam jól. Bocsánat. Ezért keresem mindig azt a lehetőséget, hogy próbáljak egy-egy szinten feljebb lépni. Most nem csak futballra gondolok, most például lehet szó nyelvekről, lehet szó egyéb elfoglaltságról. Igazából ez így kialakult bennem, néha ez a döntés nem mindig jó, mert láthattuk például Olaszországban nem sikerült, de akkor onnan egy olyan visszalépést csináltam, ami még az előzőhöz képest mindig egy előrelépés, tehát mindig nem volt az, hogy nem langyos vízbe érkezem meg, hanem egy olyan helyre, ahol küzdelem kapalom kell, mert úgy érzem, hogy azt tudom a legjobban. Nagyon érdekes hallgatni téged, viszont még maradjunk egy kicsit, mielőtt a DAC-ról, vagy akár az olasz évekről beszélünk. Ott az MTK-s időszaknál szeretnék egy kicsit időzni veled, mert hogy ugye az Illés Akadémiáról mentél, ha jól tudom, ugye a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára, és te még talán Agárdra, ugye akkor még Agárdon volt az akadémia, és hogy ez hogy volt az átmenet, hiszen egy szombathelyi fiatal embernek egyszer csak el kellett hagynia a kényelmi zónáját, bár hogy ugye az imént kifejtetted, ez nem tudom, hogy már akkor is mennyire zavart téged, vagy mennyire mondtad azt, hogy jó, hát hogyha oda kell menni, hogy focista legyek, akkor oda megyek, hogy ezt ilyen könnyen élted meg, hogy el kell adni a szülői házat, vagy hogy meg kell költözni, úgymond, mert az Agárdról azt tudni kell, hogy az gyakorlatilag egy ilyen bentlakásos, kastélyos, nem is tudom minek mondja, reality volt az a pár év az életedben. Ez egy nagyon összetett kérdés, és még összetett a választ tudok erre csak adni. Nekem már az Agárd előtt egy vagy másfél évvel is már azt terveztük, hogy MTK-ba igazolok, és akkor még ugye Pesten lettem volna egy kollégiumban. Akkor azonban az MTK mégis meggondolta magát, és azt mondta, hogy nem. És viszont egy másfél évvel később újra maradott ez az esély. Egy családból származok, aki ma a legnagyobb szurkolóim. Minden meccsemre kijönnek, ha tudnak. Otthon anyukám egy fogorvos, apukám fogtechnikus, és megvolt a focistákról kialakult sztereotípiájuk, ami nagyon nagyban megváltozott. És otthon nálunk a rendelő úgy néz ki, hogy az én képeimmel, mezeimmel van tele, tehát úgy, mint egy kocsma. És itt is, ott is a fogak repülnek, úgyhogy teljesen ugyanaz a szituáció. Ez jó. Hát igen, és apukám viszont benne volt annyira, hogy neki a Sándor Károly Akadémia mondott valamit, és azt mondta, hogy oda kell menni, onnan jön neki a legnagyobb magyar tehetségek, az a legprofibb, és de tanul is mellette, gondolom, azt mondta apukád, ugye? Tehát amit levezettél, abból azt gondolom, hogy ahhoz is ragaszkodtak, hogy mellette tanulj is, tehát hogy nem csak a foci, hanem mi van akkor, hogyha nem sikerül, voltak ilyen beszélgetések szülőkkel korábban, hiszen azért értelmiségi családból származol, ahogy hallom. Voltak, de én ezeket mindig kerültem, és úgy kerültem, hogy megpróbáltam minél jobb jegyeket hazahozni. Tehát, hogy ne ez legyen a kifogás, hogy mi az rossz eredmény, nem mehetsz edzeni, aha, az jó. Igen, tehát úgy voltam vele, hogy a szülőknek a jegyeimmel tartozom, magamnak meg a focipályán a teljesítményemmel, és ezt kellett így egyensúlyoznom. Igazából szerintem nagyon jó tanuló voltam, talán az utolsó év, amikor már az MTK első csapata miatt nem tudtam órákra járni, akkor romlott meg talán ilyen 4-esre az átlagom. Na és akkor elköltöztem ugye Szombathelyről, és az az érdekes, hogy korábban volt már, amikor táborban mentem, hogy honvágyam van, haza szeretnék menni. Itt viszont a 2,5 év alatt egyszer sem. Tehát egyszer nem volt az, hogy tényleg befordultam volna a fal felé, mert most nem lehetek otthon a családommal. Nekik, ahogy hallom, nekik azért volt, de az MTK-ban tényleg annyi új impulzusért, annyi új dolgot kellett csinálnom, annyira más volt az egész, hogy nem is volt időm arra, hogy nekem most nagyon honvágyam legyen. Szerintem ez piszkálja a gondolataimat egyébként, miközben beszéltél, arra gondoltam, hogy ugye micsoda az MTK, tehát hogy én is szegedi vagyok, én a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiára mentem U17-es koromban, anno, 2000
2009-2010 körül, szóval te még akkor nagyon fiatal voltál, de gyakorlatilag ugyanez a hasonló procedúrán mentél át, amikor el kellett dönteni, hogy vidékről hova fogsz menni, stb. És azt piszkálja az agyamat, hogy az MTK-nak van egy tradíció, van egy hagyománya, hogy egyrészt az volt az értelmiségi klub. Tehát hogyha emlékszünk vissza, ugye Jimmy Hogan egészen a 1900-as évek elejétől, tehát a kávéházi stílus, meg ez az értelmiségi attitűd, ami az MTK-t jellemezte. Én mindig úgy éreztem eleve, hogy a magyar testgyakorlók köre már ez a név is már egy ilyen különleges gondolkodást hoz magával. És ugye mellette pedig ez a technikás, kipasszolós, pozíciós játékot játszó stílusa van az MTK-nak, és az motoszkál bennem, hogy neked mind a kettő megvan. Tehát te tökéletes MTK játékos vagy, ha ezt a kettő dolgot összetesszük. Hogy miért pont az MTK-t választottad, miért nem a Honvédot, miért nem a Puskás Akadémiát, miért nem a Újpestet, mondjuk az Újpestnek éppen akkor gondolom kicsit szerényebb lehetőségei voltak, de miért nem a Puskás Akadémiát, miért nem a Honvédot választottad annó? Megmondom őszintén, én nagyon sok NB1-et néztem, amikor nagyon kicsi voltam, és abban az időben pont az MTK volt a csúcson. Nyilván, amikor oda igazoltam, akkor már nem, de én tényleg nem azt mondom, hogy azon nőttem fel, de nem hazudok, azt mondom, hogy azt láttam a legtöbbször a tévében, hogy Kanta Jósi szabadrúgás gólt rúg, és német Krisztián, meg a Repka Áldi, meg totál fiatalon megberobban az NB1-ben. Tehát nekem alapból volt egy nagyon pici MTK kötődésem, és itt most nem az a kérdés, hogy miért nem a Honvédból, vagy a Fradiba, vagy Felcsútra mentem, hanem az, hogy miért jöttem el Szombathelyről, és hát nyilván azért is, mert már említettem, hogy teljesen mások voltak velem az elképzelések az MTK-nál, ott annyira nem számított az, hogy egy gyerek mennyire kicsi, mennyire törékeny, és utólag megtudtam, hogy azért, mert például a Holman Dávidnál ezt a hibát eljátszották, és azt mondták, hogy ezek után nem akarnak még egy ilyen hibában esni. És egyébként neked a pályafutásodat mennyire befolyásolta, hogy például asztmás vagy, ha jól tudom, tehát hogy nyilvánvalóan azért gondolom ez néha nehézséget okozott akár a sportolásban is, vagy hogy pont azért kezdtél el sportolni, hogy ezt felülírd, és ez könnyített ezen a betegségeden? Nem, én 9 vagy 10 éves koromban akkor diagnosztizálták ezt az asztmát. Igazából ez abban az időszakban nagyon túl volt fújva, hogy ez mennyire komoly, és emiatt mennyire nem lehet a sportot komoly szinten űzni. Volt, hogy pont emiatt nem hívtak be a válogatottba, volt, hogy pont emiatt még az MTK az első évben annyira nem is szeretett volna. Közben pedig kiderült, hogy azért ez egy nagyon jól kezelhető betegség, és a költöm az olimpikon a 30%-a asztmás, tehát tényleg azóta nagyon fordult ezzel a világ, mert akkor ez egy sokkal más képben volt. Mennyi buktató lehetett volna, hogy ne az legyél, aki ma vagy, elképesztő hallgatni ezeket a sztorikat, de mi volt az a nagy ugrás, ugye ha így valakivel beszélgetsz, akkor azt mondják, aztán nyilván erősítsd meg, vagy száfold meg, hogy 2016. decemberében ugye a Tamási Zsolt, ha jól tudom, akkor gyakorlatilag így kiemelt téged, és igazából nagyon bízott benned, és az U19-ből ugye az első csapathoz vezényelt. Ez volt az a pont, amikor úgymond egy hatalmasat ugrottál, vagy mellett azért voltak ennek előzményei? Egyszer-kétszer edzettem az első csapattal, de egyértelműen ezt mondanám én is, tehát én nagyon sokat köszönhetek Zsoltbának. Tényleg szerintem ő volt az, aki a legelső pillanatban, amikor a gárdra kerültem, és az egész az utolsóig hitt bennem, és nem érdekelte, mennyire kicsi vagyok, mert mennyire asztmás vagyok, hanem folyamat támogatott, és egyből el is hívott az első csapat edzőtáborába, ahol szerintem azzal hívtam fel az figyelmet, hogy abban 20 percben, amit kaptam, akkor nagyon sokat beszéltem annak ellenére, hogy ilyen fiatal voltam.
És egyébként be is mutatkoztál, bocsánat, itt ugye az NB1-be, ha jól emlékszem, ott ugye kiesés jött utána az MTK-nak, és erről egy picit szeretnék, bocsánat, Iván, beszélni veled, mert okay. hogy a Schön Szabit már testközelből tudtam végignézni az MB2-es időszakában, ugye pont beszéltük adás előtt, hogy kerültük egymást úgymond az MTK-nál, mert én szoktam az MTK-val dolgozni, és hogy a Schön Szabinak én annyira láttam, hogy jót tett az az MB2-es év, és az testközelből látni az ő fejlődését, azt tényleg nem lehet így szavakkal leírni, mert őt leírták amúgy, ezt pont a Polyák Balázs István elmesélte egy interjúban, hogy ő is az a vékony dongájú, minek hozták ide, kim volt Hollandiában, hazajött, leégett, lebőgött, tehát leírták, most meg amikor eladták, akkor miért adták el, ugye ez a hozzáállás volt. De hogy a Szabin tényleg annyira látszott, az a hatalmas fejlődés, és hogy jót tett neki az MB2-es év, bármennyire volt ez szomorú nyilván a szurkolóknak, hogy ismét MB2. Hogy ezt te is ilyen, így érzed, hogy az az MB2-es év az iszonyatosan sokat adott a pályafutásodhoz? Mert ott stabil játékos volt, talán a Feckó volt akkor már az edző, de hogy a Feckó gyakorlatilag végszámított rád fiatalemberként a másodvonalban. Megint csak azt mondom, hogy nem szép ilyet mondani, de ez a legjobb dolog, ami történhetett velem, hogy kiesett a csapat. Igen, egy új edző vette át a csapatot, és Deák Veszkó Tamás, ő amúgy is arról híres, hogy nagyon, nagyon figyelmel követi a magyar utánpótlást, és ha jól tudom, több meccsemen is kim volt, még utánpótlás meccsen is, mielőtt átvette a csapatot. Aztán mondom, hogy az első pillanattól kezdve kezdőként számított rám, de szépen lassan egyre nagyobb szerepet kaptam tőle, és hatalmas támogatást, de azért hozzátenném, hogy az MB2 ellenére olyan játékosokkal játszottam együtt, mint Kanta József, Vas Ádám és Torgele Sándor, és akkor még Balogh Bélát, Lencse Lászlót, meg még jó pár nevet nem mondtam, tehát az főleg úgy, hogy ugye a bajnoki címért mentünk, az nekem egy hihetetlen esély volt a fejlődésre. Nyilván én is kellettem hozzá, hogy ezzel éljek, de nap mint nap ilyen játékosok mellett játszani, az nagyon hihetetlen érzés volt. És ugyanilyen muszáj, bocs Iván, itt kell bedobnom ezt a dolgot, mert a Székes Zsolttal beszéltem, aki most az akadémia szakmai igazgatója a Sándor Károly Labdarúgó Akadémiának, de neked az edződ is volt, és hát itt jön ez a sztori, hogy kiállási gondja volt egyszer a csapatnak, nem tudom, te emlékszel-e még erre, a Zsoltnak ez ugrott be, és mondta, hogy nem tudott az akadémiai csapat kiállni, és bejelentkeztél, hogy játszanál. Úgy, hogy te már akkor a nagy csapatnak, a felnőtt csapatnak voltál az oszlopos, úgymond tagja, és egyszerűen mondta, hogy végül valami betegség vagy egyéb dolog miatt nem tudtál elmenni, de nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy te bejelentkeztél, hogy te visszajátszanál, hogy segítsd őket, és utána, bocsánat, hogyha kiadom ezt a sztorit, de azt mondta Zsolt, hogy ilyen tök hosszú SMS-t írtál arról, hogy mennyire sajnálod, hogy nem tudsz menni. Hogy ez honnan jön belőle? Hát egy csomó ember tudom, amikor felkerül a felnőtt csapatba, akkor úgy néz az utánpótlásra, hogy jó, hát ezen már túl vagyunk, lapozzunk, én már nagy menő vagyok, felnőtt csapatba játszom, te meg így bejelentkeztél, hogy gondba vagytok, játszanék. Na, hát le a kalappa, ha ez igaz ez a sztori, de gondolom az. Igaz. Nem emlékszem, talán egy szerdai nap volt ez a mérkőzés, egy elmaradt meccset játszott a pontfelcsúton az MTK, és meg úgy voltam vele, hogy olyan szívesen játszanék meccset, mondjuk egy edzés helyett. Aztán elkérdezkedtem a Feckó mestertől is, meg ugye a Zsolthoz is bejelentkeztem, előtte kikértem a csapatpszichológus véleményét, hogy ugye nem fog ezért megharagudni a Feszkó, mert hogy vissza akarok menni. Aztán végül is olyan rosszul éreztem magam, mert reggel egy nagyon erős torokfájásra keltem, és nem tudtam menni. Úgyhogy nagyon-nagyon ideges voltam, nagyon lelkiismeret furdalásom volt, de igaz a történet. Aztán a csapatban később mondták is az említett nagy ágyúk, hogy tiszta hülye vagyok, hogy vissza akarok menni, nem hogy örülnék, hogy itt vagyok. Úgyhogy akkor nem tűnt ennyire pozitívnak ez az egész. Igen, azt akartam kérdezni, amikor Andris végre szóhoz enged. Bocsánat. Igen, azt akartam kérdezni, hogy nem tudom, hogy olvastad-e angolul, megjelent egy cikk rólad, a First Time Finish angol magazinban, egyébként egy magyar újságíró, Bocsák Bence tollából, és az egyik, nem tudom, hogy olvastad-e, lehet, hogy nyilván rengeteget írnak róla, úgyhogy gondolom elment a szemed előtt, de... Ez még az EB előtt volt?
Igen. Akkor olvasd. Na, nagyszerű, nekem kedves barátom a Bence, és írt rólad, és azt írt, az egyik ilyen nagy headline, az az volt, hogy not supposed to play. Tehát, hogy játszania se kellene. Mert ugye arra értette, hogy mindig úgy volt, a válogatottban is ugye úgy robbantál be, és majd a válogatottról rengeteg kérdésem van, egy párat majd felteszek, de úgy robbantál be a válogatottban is, hogy hát igazából valaki jöjjön már, mert nincsen elég középpályás, és akkor hát a Schaefer az majd jó lesz. Ugyanígy volt az MTK-nál is, egy U19-ből hozzuk föl. Most ugye kiderül, hogy a utánpótlás bajnokságban te visszajátszál, mert mindenhol játszanál, hogyha lehetőséged van rá. Erről a mentalitásról kicsit mesélj már nekem, mert hogy mondjam, sokszor mondom ebben a műsorban is, mi a magyar futballról beszélünk rengeteget, és sokszor mondjuk, hogy munka, 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 és hogy ez a futball, ez egy ilyen kemény meló, és akkor bemész a munkába, és akkor 8 órát beleteszel. Én pedig, amikor veled beszélgetünk, én nem azt látom. Én úgy látom, hogy ez egy játék, neked egy szórakozás az életednek a legjobb része. Beszélj erről egy kicsit, hogy ez a mentalitás, ez, hogy te játszani akarsz, tényleg játszani, nem munkába menni, ez hogyan alakult ki, és bocsánat a komplex kérdését, de külföldön ezt látod-e a többi csapattársadon is? Vagy ez csak rád jellemző? Hát ez tényleg egy komplex kérdés. Igazából ennek is több oka van, hogy ez így kialakult. Mint említettem, nekem van egy bátyám, vele azért nagyon sokat játszottam is a verekedések mellett. Ott is nem tudom, soha nem voltam ilyen egy helyben ülő gyerek, mindig is játszani szerettem volna. Azért nem edzés után még kimentem focizni a Grundra felnőttekkel, akiket nem is ismertem. Ez valahogy így csak jött, de most azt azért nem mondom, hogy minden nap én is minden percét élvezem az edzésnek, mert vannak olyan feladatok, meg gyakorlatok, amit egyszerűen nem is lehet élvezni, meg nem is azért van, hogy élvezz, hanem azért, hogy hétvégén nyerjen a csapat. Nyilván, hogyha választanom kéne egy edzés, meg egy meccs között, akkor mindig a meccset választanám, de szerintem ezzel sok focista így van. Az, amit mondtál, hogy 8 óra munka, 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 ez így is van, és nagyon sok játékosnak ez nem öröm, hanem ez munka, és szerintem ezzel nekem jelenleg nem, lehet, hogy még nem, de szerintem ezzel nem is kell foglalkozni olyan tekintetben, hogy most ezért nem kell azt mondani rá, hogy csak a pénzért focizik, hanem egyszerűen nem. Most ha te ugyanazt csinálod, nem tudom, 25 éven keresztül, lehet, hogy te is munkaként tekintenél már rá. Én például örülök, hogy még tudok szenvedélyként tekinteni rá, de megmondom őszintén, amikor tényleg olyan gyakorlat van, hogy nem jár annyit a labda, nem érsz hozzá annyit a labdához, tolódgat, akkor azt tényleg nehéz élvezni. Szerencsére a konditermet most már elkezdtem élvezni, nem tudom, hogy, de most már egy jó pár éve már nem úgy megyek be, hogy lehajtom a fejem. Úgyhogy én örülök, hogy ez kialakult, de nem tudom megmondani, hogy pontosan mi, meg miért, de több oka van. Igen, a játékszívusodban is megfigyelhető ez egyébként, nem csak a mentalitásodban. Ez egy idézet. A magyar futball felé az egyik legtöbbször megfogalmazott kritika a játékosság hiányában keresendő. A szurkolók és a szakmabeliek egyaránt azon az állásponton vannak, hogy kevés a labdával ügyes, összjátékra alkalmas, labdával az ellenfelet át és kijátszani, átverni, vagy kicselezni képes labdarúgó. Schaefer András ennek a kritikának mond ellent, és ez biztató jel a jövőre nézve. Tudod, ki írta ezt? Nem. Ezt én írtam. És magadtól idézed, de tényleg, Iván, komolyan mondom. Muszáj volt már, későtem, bocsánat. De legalább pontosan. Igen, tehát a lényeg, hogy a játékosságot emelem ki akkor is, és ez az EB előtt volt egyébként az Írország elleni, a Ciprus és Írország elleni barátságos mérkőzésekről írtam egy elemző cikket, és ebbe írtam ezt le, és hát nem hazudtoltál meg, tehát most is azt látom, hogy továbbra is a magyar válogatottban gyakorlatilag egy ilyen különálló egység vagy, pár játékossal egyetemben, aki szeretne játszani, aki folyamatosan az összjátékban erős. Ez nagyon ritkaság. Tehát hogyan látod ezt a helyzetet, és most ugye Németországba érve, igazából most is nézem egyébként az Union Berlin-t, ez is egy kicsit azért kevesebbszer van nálatok a labda, vagy kevesebbszer lesz nálatok a labda, mint az ellenfélnek,
hogyan tudod a saját stílusodat a pályán megvalósítani bajnokságról bajnokságra, mérkőzésről mérkőzésre az ellenfél játékához függetlenül? Ez jó kérdés, mert volt egy időszak, amikor nagyon át kellett az egészet gondolnom. Tehát tényleg volt, hogy heteken szántam rá, hogy tudatosítsam magamban, hogy nem mindig kell kipasszolni a labdát, nem mindig kell a legszebb megoldást választani. Most a legszebb, hát nem azt érzi, hogy csinálok egy brazil kört a 16-oson, hanem az, hogy mondjuk a saját 16-oson belül pressing alatt is mondjuk passzal hozzuk ki a labdát. Ez is az MTK miatt van így szerintem, mert ott nagyon tudatosult bennem, hogy annyira jó érzés, ha mondjuk egy pressing alól kihozod a labdát, annyira akkor egy lélektani előnyt tud adni. Viszont tényleg most már vannak olyan pressingek, olyan csapatok, meg tényleg annyira felkészült edzők, hogy tudnak olyan meglepetéseket okozni, amikor egyszerűen nem választhatod ezt a módszert, hanem ki kell rúgnod a labdát, és ezt talán legelőször Olaszországban tanultam meg, hogy bizony nem mindig hozzuk ki, néha felrúgjuk a vonal mellett, viszont most erre se úgy gondolja, hogy nem úgy rúgjuk fel a vonal mellett, hanem úgy, hogy amikor te már lendíted a lábad, akkor a három csatár már tudja, hogy hova fog mozogni, és az a labda hova fog érkezni. És nekem jelen pillanatban is ezt kell most jobban újra előhúznom, mert ezt nagyon nehéz erre átállítani az agyadat ilyen gyorsan, hogy ezeket a taktikai elemeket, ezeket a tényleg alapdolgokat, amik nekik alapdolgok, elsajátítsd. Ahogy említetted, nem a legtöbbet labdabirtokló csapat vagyunk, de ha megnézed, szinte minden támadásunk tudatos. Igen. Andris, te félsz valamitől? Bármit? Mire? Bocsánat. Most például, hogyha én Andrist kérdezel, vagy a Schaefer Andrist? Schaefer Andrist. Azért kezdem, mert én majdnem válaszoltam neki, hogy attól félek, hogy nem jutok szóhoz, pedig annyi mindent ér. Be vagyunk sózva, hogy mindent megkérdezzük. De ez nagyon érdekel, hogy bármitől félsz a pályán, mert nem úgy tűnik nekem. Ja, azt hittem most ebben a pillanatban. Nem, a pályán. Ja, nem, igazából ezt megtanultam. Amit említettél korábban, hogy ugye mindig új akadályok, és mindig azokat átugrani, ezt most már azt mondom, másfél-két éve főleg mentálisan sikerült nagyot ugranom, és ennek is tudható be, hogy egyszerűen manapság nem nagyon szoktam izgulni semmilyen meccs előtt, meg az életben úgymond semmi dolog miatt sem, de főleg nem a meccsek előtt. Tehát például van, hogy elfelejtek valami feladni a postán, és azért jobban izgulok, mint mondjuk, amikor ki kell menni a Wembleybe 80 000 ember elé. Talán ez kicsit az EB-nek is köszönhető, mert azt az egészet úgy fogtam fel, mint egy hatalmas lehetőség és egy ajándék, nem pedig úgy, hogy jaj, ne, fociznom kell. És aminek még köszönhető, az nyilván az olasz kitérő, mert az nagyon helyre rakott mentálisan. Az ott egy mélypont volt, és azóta meg egy ilyen mentális, nem tudom, erőnek érzem magam. Na beszéljünk akkor erről az olasz időszakról egy picit, hogy biztos, hogy ahogy mondtad, mint kiderült, abból is hoztál valamit, akár taktikailag, akár emberileg, de hogy amikor 2019. januárjában ugye mindenki azt olvasgathatta, hogy 1 millió euróért megvették a Genoa, és hát Schaefer András Olaszországba igazol a szériába. Észak-olasz. Vagy bocsánat, észak-olasz, rosszul elnézést kérek, igen, teljesen elvesztettem a térképen a fonalat, szóval, hogy igazol a Genoába igazolsz, akkor a Genoához igazolsz, akkor mondjuk így, milyen érzések voltak benned? Tehát elvitt téged ez a szerződés úgymond rossz irányba, vagy nagyon jól élted meg? Mik kavarogtak akkor benned? Hát nyilván nagyon boldog voltál, mert hogy ők jelentkeztek be, érted? Tehát itt ez nagyon egyszerű volt, én úgy hallottam az MTK-tól, hogy jött egy ajánlat, érted, a Genoától. Igen, igazából ez egy 5 óra alatt lezajlott, ha jól tudom. Nagyon, nagyon gyorsan történt minden. Felhívtam a fateromat, hogy érdeklődik a Genoa, azt mondta, hogy Törökországban voltunk, otthon már nem tudom, már 12 volt. Azt mondta, jó van, hagyjál már, most aludnom kell.
Tehát ennyire vették komolyan, aztán két óra múlva meg nekem csörgött a tele. Két óra múlva meg figyelj, nekem most már másodszor csörgött be valami, volt be őszinte, hogy pizzát vársz és csöngetnek. Nem, éppen a Bognár István és a Gera Dániel írt. Úgyhogy föl lehet olvasni, hogy mit írt a kis Bogesz meg a Gerzson, vagy pedig ez maradjon köztetek? Gerzson kérdezte a Bogeszt, hogy mi újság milyen kint. Arra mi is kíváncsiak vagyunk, szurkolunk. Én is nagyon. Na és akkor tudom, hogy például most tök boldog voltam, amikor kijöttem, mert összehasonlítottam azzal az érzéssel, amikor annó kimentem Olaszországba, és ég és föld volt. Most tényleg egy olyan önbizalomteli, egy EB-t megélt, egy mentálisan nagyon erős játékos jött ki, egy teljesen más filozófiát való csapathoz, tehát itt nem az van, hogy itt kipróbálgatják a játékosokat egy millióért, és ezért is tök pozitív voltam most ebben a szituációban, és visszaemlékeztem, hogy akkor azért még elég bizonytalanul mentem ki. Hogy bántak veled egyébként? Veled volt a baj, vagy azzal a bánásmóddal, hogy ahogy mondtad, ilyen lútriként idézőjelben egy csomó embert összevesznek, aztán vagy bejön, vagy nem, igazából nem is biztos, hogy csak rajtad múlott az a dolog szerintem, tehát egy kicsit mesélj már erről, hogy bántak ott veled. Hát nem volt olyan háttér mögöttem, mint amilyen most van, tehát az elején azért megpróbáltak rögtön az elején pátyolgatni, ez egy két napig tartott, és utána azért jó, most már kirepültél a madárfészekből, most akkor már kezdje játszani, akkor 19 éves voltam, és a csapatból ugye nagyon kevesen beszéltek angolul, talán egy dán válogatott játékos, és ennyi. És mindenki az olasz terültette, ami nem is baj, már legalább rá voltam kényszerítve, de azért most azért életemben még soha nem beszéltem olaszul, a pizzán kívül, és akkor megérkezek Genoába, nem fogok egyik napra a másik olaszul beszélni. Tehát ott is teltek a hetek, hónapok, viszont az első fél év szerintem kifejezetten jól sikerült, ezért is nagyon sajnálom, hogy a csapat mindig a vonal körül mozgott, mert szerintem tényleg az volt, hogy nem kaptam meg az esélyt, hogy legalább 5 percet is becseréljenek, és megmutassam, hogy nem véletlenül adtatok ki pénzt értem, de ez nem történt meg. Azóta, mióta én eljöttem, ez 3 év, szerintem legalább 3 sportigazgató és legalább 7 edzőcsere volt, tehát tényleg én nem haragszom egyáltalán a klubra, nyilván nem voltam elég jó akkor, nem voltam kész játékos akkor, nem voltam kész erre az egészre, de azért nem csak rajtam volt. Hogyha visszaforgathatnál az időt, tudom, egy ilyen blöd kérdés, de akkor nemet mondanál erre, vagy akkor is belevágnál? Mert hogy gondolom, erre nem lehetett nemet mondani, de hogy mai fejjel már, hogy van ilyen karriertervezés, vagy ilyesmi az életedben, hogy mondjuk például a Berlin mellett már teljesen más érveket kellett felsorakoztatni, hogy az Uniónhoz igazolj? Szerintem életem legjobb döntése volt, hogy a Genoába igazoltam az MTK-ból. Tehát most ezt most se változtatnám meg ennek a tudatában. Nyilván nagyon nehéz lenne, és lehet, hogy minél be kéne vennem egy fájdalomcsillapítót, hogy végigcsináljam újra, de nagyon sok mindent tanultam, és tényleg, és ezt a mai napig kamatoztatom. Most nem tudok többet dekázni, meg nem tudok erősebbet rúgni, az lehet, de biztos, hogy mentálisan engem annyira helyre tett ez az egész, hogy nem véletlen, hogy sokkal jobban tudok teljesíteni, mint anno az MTK-ban. Aztán jött a DAC, az egy remek döntés volt, azt gondolom ismételten, erről már egy kicsit pár szót beszéltél, és hozta magával egy idő után ugye a válogatottságot is, ez az időszak, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 2020 tele, te ilyen szeretsz télen váltani, mostanság azt figyeltem, ez a DAC-hoz igazolás, és utána az, hogy bekerültél ugye Rosszinál talán a törökök ellen, azért ez egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen sebb tapaszt volt arra, amit ott előtt Olaszországban megéltél, hogy ilyen gyönyörűen föl tudtad magad újból építeni?
Ez jó, hogy ezt mondod, mert tényleg nem az van bennem, hogy én most haragudnék a Kiéóra vagy a Genoára, tehát nem kell itt sebb tapaszokról beszélni. Az volt nehéz elfogadni, hogy nem voltam elég jó, hogy nem feleltem meg, nem voltam annyira rutinos, hogy olyan dolgokat csináljak, olyan dolgokra figyeljek, amik miatt bekerülhetnék a csapatba. Nyilván az nagyon jól sült el, nem mondom egyébként, hogy a legjobb döntés volt, mert azért volt benne rizikó. Tehát amikor oda kerültem, egy olyan edző fogadott, aki nem hívott előtte. Engem a Peter Hibala szavára mentem a Dachshoz, és mire oda kerültem, ő szerződést mondott a csapattal, tehát teljesen új helyzet állt elő, jött a koronavírus. Az elején még emlékszem, hogy még volt egy edzőmeccsen, se álltam be a Dachsban, aztán szépen lassan egyre nagyobb szerepet kaptam, és hát elég jól sült el az egész, mondhatni. Szinte a legjobb forgatókönyv volt így utólag. És akkor most válogatottról tudtok egy kicsit Iván beszélgetni, hiszen tényleg elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy ugye bemutatkoztál, aztán ugye egy évvel később már az EB-n, mindhárom csoportmérkőzésen pályára léptél, és hát nyomot is hagytál magad után, iszonyatosan megszerettek a szurkolók, tehát szerintem olyan extázis érzés lehetett ez neked, amit mi el sem tudunk képzelni, mert hogy te egy ilyen szerethető karakter vagy, ez tény és való, és hogyha mondjuk így valaki az utcára átnéz, szerintem Berlinben simán gondolhatja, hogy egy jó tanuló egyetemista sétál vele szembe, de hogy ez mennyit adott neked, hogy téged ennyire így megszerettek, a szívükbe zártak a szurkolók, akik most már követtek téged az Union Berlinhez is, mert láttam, hogy tele van magyar kommentekkel az összes poszt, ahol te szerepelsz, és hát ugye vittél magad a jó pár ezer rajongót is a Berlinhez, akik nézik, vagy több tízezer akár rajongót a mérkőzéseidet a Bundesligában majd. Tehát, hogy ezt milyen érzés volt megélni, hogy rákerültél úgymond az embereknek belekerült úgymond a szívébe? Nagyon jó volt, tehát tényleg annyi szeretetet kaptam az emberektől az EB alatt, után, mai napig, hogy ez egészen hihetetlen. Ami a legfontosabb, hogy a családom hihetetlen büszke rám, de tényleg ezen kívül is szerintem még az EB után még a tesóm is egy hónapig ingyen taxizott, meg ingyen itt a kocsmában a söröket, úgyhogy tényleg egyszerűen most elhülyeskedem, de tényleg komolyan fordítva a szót, hihetetlen ez a sok támogatás, sok szeretet. Nem is tudom, hogy mivel érdemeltem ezt ki, mert már látszott rajtam kívül még 20 játékos, és nagyon remélem, őket nem követem annyira, nagyon remélem, hogy ők is ennyit kapnak, de amit láttam tényleg az, hogy nagyon-nagyon szeretnek az emberek. Igen, engem leginkább az érdekel a válogatottsággal kapcsolatban, meg a válogatottal kapcsolatban, hogy 22 éves vagy, tehát nagyon fiatal vagy, és gyakorlatilag a válogatott karriered az most kezdődött el igazából. Te hogy látod a válogatott jövőjét, és hogy szeretnéd magával a játékkal, a magyar válogatott stílusával és az eredményekkel kapcsolatban hogyan látod, és mit szeretnél látni a magyar válogatottól az elkövetkező 10-15 évben, mert ugye reméljük és valószínű, hogy részese leszel ennek az időszaknak. Én mondanám azt, hogy olyan fiatal vagyok, 22 éves vagyok, tehát azt nézzük, hogy más válogatottakban tényleg spanyoloknál 17-18 éves gyerekek is játszanak, tehát az a 22 év szerintem a mai futballban azt mondom, hogy egy oké, nem egy öreg, egy idős játékos, de azt mondom, nem a karrierje legelén lévő játékosról beszélünk. Én nagyon remélem, hogy nagyon sikeresek leszünk a következő 10-15 évben. Szerintem most nagyon jó kezekben van a csapat, szerintem az is nagyon pozitív, hogy a nagy csapatok ellen nagyon jól felveszük a kesztyűt, és lehet, hogy ez kívülről nem játszik, de szerintem magában a játékban is sokat léptünk előre, legalábbis belülről nekem például tök nagy boldogságot okoz, hogyha egy franciák ellen ki tudjuk hozni a labdát, és nem csak felrúdossuk. Igen, hagyd kérdezzek egy nehezet, Andris. Mi történt Albánia ellen? Te hogyan fordítod le azt az oda-visszavágót? Kitérhetsz a válasz elő, nem probléma. Megértem. Nem az, csak szerint nyilván
azt ne gondolja senki, hogy mi azon a két meccsen nem akartunk nyerni. Persze. Ha megnézzük, mind a két meccs egy kiki meccs volt, mind a két meccsen a győztes góljuk előtt, nekünk két perccel volt egy 100-szerünk, vagy 95-ös. És azt nem rúgtuk be, ők meg rúgtak hát két olyan gólt, hogy egyiket sattam volna meg, tehát annyira helyzet nélkülit, és hát ez döntött gyakorlatilag. Tehát most azért arról se lehet beszélni, hogy lefociztak volna minket, meg hogy 5-0-nak kellett volna lennie. Egyszerűen két kiki meccs volt, mint ha megnézzük a két játékos keretet, ezt is várhattuk a meccstől. Tehát jók voltunk az EB-n, mondhatjuk, de azért az albán csapat még szerintem egy elég erős válogatott, a fél csapat a szériában játszik, tehát most azért nem gondoljuk azt, hogy azért, mert Albánia nem tudnak kirakni egy jó kezdőt. És akkor a gólszerzőről, a Brojáról még nem is beszélek. Egyszerűen ennyi. Mi nem rúgtuk be azt a két helyzetet, ők meg berúgták azt a két nem helyzetet. Most lehet még erről beszélni, hogy ez mekkora szégyen, meg hogy tényleg alul teljesítettünk, de ha azt nézzük, hogy nem jutottunk ki a VB-re, szerintem nem vagyunk benne most Európa 13 legjobb válogatottjában. Köszi. Egy friss hírről még kérdeznélek mindenképpen. Ugye ma lett publikus, hogy a Szalai Ádi eligazolt a Bundesligából, és hát, hogy gondolom ezt azért sajnálod, hogy nem tudtok majd egymás ellen játszani, hogy mit szóltál, hogy Svájcba ment a csapatkapitánya a válogatottnak, aki szintén egy olyan karakter, erről majd tényleg beszélj egy-két szót, hogy mi csak ilyen pici részeket látunk, tudod, ilyen kis videókat, hogy mi történik az öltözőben, de hogy ő is így magával tudja rántani az embert, nem? Hát igen, tehát igen, ő karakter, azt meg kell hagyni. Szerintem neki nagyon nagy szerepe volt abban, hogy én egy ilyen évet tudhatok magam mögött. Emlékszem, hogy két olyan beszélgetésre emlékszem, ami nagyon hatásos volt, de lehet, hogy sőt, biztos, hogy sokkal több volt, de kétszer elég keményen odaszólt, és teljesen megváltoztatta a gondolkodásomat, amit tényleg azt is külön köszönök neki, és tényleg ebből a szempontból nagyon sokat köszönhetek neki. Annak letorkolt, beszólt valamiért, vagy nem tetszését nyilvánította ki, vagy ez ilyen atyai jó tanács, vagy hogy képzeljük ezt te, bocsi? A saját maga módján, kicsit nyersebb módon, nem feltétlenül letorkolásnak mondanám, inkább tényleg azt láttam rajta, hogy nekem akar jót. Azt láttam rajta, hogy azt szeretné, hogyha fejlődjek, tehát meg hogy kicsit előlépjek. Tehát nem az volt, hogy most azt mondta, hogy te mit csináltál itt, meg mit csináltál ott. Azt mondta, hogy tőlem azt várja, hogy ne így csináljam, hanem úgy, ahogy ezt tőlem elvárja. És tényleg nekem ez, akkor az egy kicsit megsértődtem rá, de pár órával később már úgy fogtam fel, hogy igen, ez totál igaza van, és még azt mondom, hogy még pozitív is volt, mert azért külön energiát fordított erre, az mindenképpen jó esik egy játékosnak. Abból a szempontból meg örülök neki tényleg, hogy olyan helyre ment, ahol több játék lehetőséget tud kapni, meg hát azért mégiscsak egy Bázelbe ment, tehát nem az van, hogy hazaigazolt az NB3-ba, hanem egy svájci top csapathoz ment, ami szerintem nem egy olyan rossz színvonal. Még egy-két dologról mindenképpen kellene beszélnünk. Az egyik, hogy nyilván nagyon sokaknak lettél a példaképe. Most te felsoroltál már egy-két nevet a beszélgetésben, tehát találgathatok, hogy ki volt neked az igazi példaképed, lehet, hogy akár több is volt, mert mondtad, hogy akiken felnőttél és nézted a tévőket, később ugye csapattársaid voltak esetleg, de hogy egyrészt neked ez a példakép funkció, ez hogy nyilvánul meg most az életedben, és milyen tanácsokkal látnád el a mai fiatal talokat, hogyha mondjuk így megkérdeznének egyáltalán, mennyire szoktak veled közvetlenek lenni, hogyha találkoznak veled, kérdeznek-e tőled, vagy, mert nyilván aláírás, fotó oké, de hogy van-e olyan, aki esetleg mélyebben bekérdez, hogy mit tanácsol Séfi? Hogy juthatok el ilyen szép karrierre, mint te? Ez nagyon jó, hogy kérdezed, mert szerencsére pont az Illés Akadémián is volt egy ilyen beszélgetésem közel 100 akadémista előtt, és tök közvetlenek voltak, valaki azóta is kérdezget,
Ez szerintem az például egy nagyon-nagyon jó beszélgetés volt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy tényleg mentálisan nagyon legyetek rendben, mert hát az szerintem talán most az egyik legfontosabb, és én ebben látom a legnagyobb hiányt. És a másik meg az, hogy tényleg a saját utadat találd meg, ne a másét keresd, mert szerintem mindenkinek más útja van. Én például soha nem tartottam magam, annak tehetségesnek tartottam magam, de soha nem annyira, hogy egy szuper tehetség lennék, és azért is nekem máshogy kellett alkalmazkodnom, és ez pont a küzdeni akarásba jött ki. Nyilván, akinek sokkal tehetségesebb, az meg legyen azon, hogy ne tudják elnyomni a küzdeni akarással. Ez tényleg erre nehezen válaszolok nekik is, de mindig azt mondom, hogy a saját megoldásotokat keressétek. Egy-két idézetet gyorsan bedobok, és arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire fontosak neked akár a szakmabeli, vagy akár a nézői visszajelzések. A Polyáka Balázs azt mondta a sportigazgatója az MTK-nak, hogy nálad emocionálisabb gyereket nem ismer, és ő ezt imádta benned, vagy imádja benned. Az Eszterházi Mátyás, akinek ugye nyilván nagy szerepe volt abban, ahol most játszol, ő azt mondta, hogy teljesen más aspektusból nézed úgymond az életed, vagy a futballt, ami inspiráló számára, és emiatt nyilván vannak nehézségeid is, amiben meg inspiráló segíteni, és azt is mondta, hogy nagyon megéled a kudarcot, ami szerintem kiderült ebből a beszélgetésből, viszont a sikereknél majd kíváncsiak erre egy szivász, hogy mennyire hamar lapozol, és direkt megkérdeztem egy olyat is, aki nem közvetlenül a foci edző, vagy esetleg menedzser, vagy játékos ügynök, vagy sportigazgató, hanem megkérdeztem az MTK-ból a csapatmenedzser Balog Orsolyát, és ő azt mondta rólad, hogy nagyon imádom, ugyanolyan szerény, mint korábban, és nekem ez nagyon tetszik, hogyha valóban így van, én is ezt érzem, mint korábban. Ugyanúgy folyik a könnye Rossi vállán egy EB meccsen, mint annó Kanta Józsi vállán MB2-ben, nagyon alázatos. Tehát, hogy igazából gondolom ezeket jó visszajelzésként hallani, de hogy mennyire fontosak számodra ezek a szavak? Hát, ezek nyilván számítanak, mert olyan emberektől származik, akiket szeretek, akikkel dolgoztam együtt, akik az adott életem adott szakaszaiban nagyon fontosak voltak számomra, és manapság is fontosak. Tehát nyilván annak igaza van a Matyinak is, meg a Balázsnak is, hogy nagyon emocionális vagyok, meg hogy elvek alapján élek, és ez nem mindig kifizetődő, de nem tudom, én ezt így szeretem, és igazából nem szoktam a konfliktusok elől annyira kilépni, ellépni, ha kell, akkor bele szoktam menni mindenbe. Nekem ez így bejött. Az Orsinak visszatérve azért azt nem mondanám, hogy annyira nagyon szerény lennék. Szerintem nem is kell, szerintem ez túl van fújva, ez a szerénység nagy képviség téma egyébként. Én sokkal inkább tiszteltudónak kell lenni szerintem, meg tényleg az alap elkölcsi dolgokat tudni kell, etikai dolgokat tudni kell. Egyébként hogy kapcsolsz ki? Bocsánat, mi írtad, mondtad ez a Bogez, Gera, Dani, ők a régi csapattársak, akikkel ezek szerint most is nagyon jó viszonyt ápolsz, ezzel tudsz kikapcsolni, hogy amikor vége az edzésnek, és egy picit majd a berlini edzésekről is léci mesélj nekünk, meg a millióról, még így a végén, de hogy így tudsz kikapcsolni, hogy azért a számodra fontos emberekkel egy kis SMS-ezés, vagy esetleg könyvolvasás, mivel tudsz kikapcsolni, mert gondolom ki kell néha kapcsolni az agyat. Hát ki bizony, tehát nem is kérdés. Szerintem az nagyon fontos, hogy ne csak az legyen előtte, hogy foci. Sok szerencsére nagyon sok módját megtalálom a kikapcsolódásnak. Például szoktam beszélgetni a Bogesszel, meg a Gerzsonnal is, de általában én a telefonos beszélgetést szeretem, inkább ha felhívjuk egymást. Szoktam keresztrejtvényt fejteni, most nyilván manapság egyre kevesebbet. Most a németre feküdtem rá, meg nyilván szoktam videójátékozni, könyvet is szoktam olvasni, főleg ilyen életrajzi könyveket egyes sportolóktól, Agassi könyve szerintem. Hú, az de jó az Open, azt mindenkinek igen. Ajánljuk. Igen, nem tudom, igazán moziba is nagyon szeretek járni, tehát most amikor kijött a barátnőm, szerintem két naponta mentünk moziba, és nagyon jó volt.
szerencsére nem nagyon szoktam unatkozni, mindig megtalálom a módját annak, hogy kapcsolódjak. A beszélgetés lezárásaként tényleg azt szoktam mondani, volt nekem egy régi kedves barátom, aki mindig azt mondta, hogy kiemelkedő egyéniségekkel beszélgetni tényleg megtiszteltetés, és szerintem most erre az alkalomra tényleg jól illik, tényleg nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre álltál, és annyi témába mentünk bele tényleg. Szerintem, aki ezt végighallgatta, akkor Séfer Andrásra egy nagyon komplex képet tudott kialakítani, úgyhogy én ennek nagyon örülök, és tényleg köszönöm, hogy eljöttél velünk. Nagyon szépen köszönöm a meghívást.